Ennio Morricone világhírű filmzenéjét az olasz zeneszerző vezényletével a magyar Modern Art Orchestra játsza a Mester Európai turnéján. Az első állomás Párizs volt, majd Prága, Berlin, Zürich, Budapest és Bécs következett. Márciusban pihennek a zenészek, legalábbis ami a turnézást illeti. Áprilisban aztán újabb hat állomás következik, Pozsony, München, Luxemburg, Brüsszel, Amsterdam és Köln. A Modern Art Orchestrát ajánlották nekem, és eljöttem Budapestre meghallgatni őket, mondta nemrégiben egy interjújában Morricone. Ez a találkozás pozitív élményeket hozott számomra, nagyon meg voltam elégedve a zenekarral. A turnéra felkészítő budapesti próba is remekül sikerült, sokkal hamarabb befejeztük, az együttes olyan jól teljesített. A Modern Art Orchestra 2005. októberében alakult a magyar jazz és klasszikus zenei élet tehetséges, fiatal muzsikusaiból, akik közül többen zeneszerzőként is elismerést vívtak ki maguknak az elmúlt években, írja a Kulturpart portál. A Nagytalcsán élő Fekete Kovács Kornéllal, alapítóval, zenekarvezetővel a Kőbányai Zenei Stúdióban beszélgettünk. Kezdjük talán egy hosszú folyamat jelenlegi állomásánál, belevágva a közepébe. Jelenleg ott tartunk, hogy az ön által alapított Modern Art Orchestra zenekar a világ talán leghíresebb filmzeneírójával, Ennio Morriconéval turnézik egész Európában. Annak egy pillanatnyi szünetében vagyunk, hiszen éppen fél idő. Hogyan figyelt fel önökre a mester? Hát tulajdonképpen a... Van egy iroda, úgy hívják őket, hogy Danubius Music, akik gyakorlatilag egy 20 éves praxissal rendelkeznek abban, hogy külföldi sztárokat hoznak Magyarországra, és itt koncerteket szerveznek nekik. És 3 évvel ezelőtt kezdődött a részükről az, hogy elkezdték az Ennio Morricone menedzsmentjét azzal bombázni, hogy szeretnék, hogyha Magyarországon adna egy koncertet. És már ekkor egy picit türelemre intette őket a menedzsment, és akkor említették meg azt, hogy hát majd 2014-ben lesz egy nagy európai turné, és hogyha addig kibírják, akkor érdemes lenne erre várni, és bennük fogalmazódott meg az ötlet, hogy akkor mi lenne, hogyha egy teljes magyar stábbal próbálnánk meg mögé állni ennek az egész turnénak. Mi gyakorlatilag május óta egyfolytában folyamatosan dolgozunk a Danubius Musical-kal, több külföldi sztárt hoztak mellénk, mint a Roda Scott-tal volt több koncertünk, a Harlem Gospel együttessel, a Mezzo Forte együttessel, a Robi Lakatossal, a New York Voices-ének együttessel. Gyakorlatilag ezzel telt az ősz, nagyon sűrű volt már az a periódus is. És aztán fél évvel ezelőtt, amikor még bekapcsolódtunk ebbe a folyamatba, akkor társultunk hozzájuk, mint zenekar, hogy próbáljuk meg ezt a turnét valamilyen módon megpályázni, hát ha sikerül, és hát valahogy a bolygók, a csillagok úgy álltak, hogy ebből az ajánlásból úgy jöttünk ki, hogy Ennio Morricone bennünket választott. Egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy ő azért nagyon óvatos volt. Mindazok a referenciák, amiket mi fel tudtunk mutatni korábban, azok a vele kapcsolatban arra voltak csupán elegendők, hogy az érdeklődését felkeltsük. És a turnét megelőzően decemberben kellett szerveznünk egy olyan próbát, ami kifejezetten arról szólt, hogy ő ide repült az ő betanító karmesterével együtt, és anélkül, hogy bármilyen zenei anyagot előre megkaptunk volna, tesztelték a zenekart. Beültünk reggel 10-kor, kiosztották a kottákat, és azt mondták, hogy hajrá, akkor nézzük meg, hogy ez a zenekar hogy játszik. És már itt azért sok minden kiderült, mert az eredetileg 4 órás időtartamra tervezett próbából
picit a második órán túlnyúlva Ennio Morricone fölállt, azt mondta, hogy köszönjük szépen, ő meg van győzve, találkozunk január végén. Tehát így találkoztak a mesterrel. Én azt gondolom, hogy ezt a szálat nem dobjuk el, még visszatérnénk, de tulajdonképpen amiért mi most itt beszélgetünk, az nem annyira Morricone, mint az ön személye, hiszen a mi adás körzetünkben Nagy Tarcsán él, a víztorony környékén valahol, úgysem mondjuk meg pontosan, hogy hol. Postás úgy is tudja. A postás meg tudja, és csenget ahányszor csak akar, de végül is Fekete Kovács Kornélról beszélgessünk egy kicsit, hiszen magát a zenekart is ön alapította. Engem leginkább az érdekelne, hogy mikor, hol ismerkedett meg a zenével, milyen hangszert cipelt, amikor kicsi volt, amikor zeneiskolába járt, mert hát most is egy zeneiskola falai között beszélgetünk, ön most tanít, de hát talán nem is olyan nagyon-nagyon régen még ő is tanulta a zenét. Hogy kezdte? Nem trombitával, úgy tudom. Én Baján nőttem fel, és 5 évig hegedültem. Valahogy nem sikerült közeli kapcsolatot kialakítani a hangszerrel, az a fajta mindennapos gyakorlás, ami önmagából adódik, tehát a maga hangszer, vagy a zene által inspirálódik, az valahogy nem jött meg. És akkor váltottam a trombitára. Ennek az volt az oka egyébként, hogy valami fúvós hangszert szerettem volna, és a városban működött akkor egy ilyen fúvószenekar, ami önmagában egy egészen másfajta helyre helyezte a hangsúlyt. Tehát itt nem az volt a lényeg, hogy most akkor ki hogy tartja a kezébe a hangszert és milyen szépen játszik, hanem volt ennek egy olyan hatása, hogy ugye sok gyerek örömmel egy örömzenélésre összejön hetente egy alkalommal, amire a zenekarvezető tanárunk szervezett különböző fellépéseket, volt minden nyáron egy tábor ennek a zenekarnak, szóval egy ilyen közösségi része volt elsősorban a dolognak, de ez viszont pont elegendő volt ahhoz, hogy engem valahogy közelebb hozzon ehhez a hangszerhez, a trombitához. Ma is ezt gondolom, hogy ez az én első hangszerem. De hát ugye 10 évesen, mint minden 10 éves, legalábbis abban a korban, amikor én voltam 10 éves a 80-as években, mindenki elkezdett gitározni, persze én is elkezdtem gitározni, akkor hamar szükség lett arra, hogy valamelyik ilyen amatőr zenekarban éppen zongorázza, akkor zongorázni kezdtem el tanulni. Szóval ez a dolog, ez így egymás után jöttek a különböző hangszerek, de a trombita az 10 éves korom óta az jelen van, és a mai napig. Üzem. Az egész élettörténetet nyilván nem tudjuk elmesélni, de azért vannak sarokpontok. Az ember egy darabig hegedülget, trombitálgat, gitározgat, és egyszer csak eljut oda, hogy az ország zenei világában meghatározó egyéniségé válik. Ezt gondolom iskolák tartoznak, zenekarokon keresztül vezet az út, ebből néhányat említenek. Igazából én a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz tanszakán végeztem 92-ben, a Tomsics Rudinak a növendékeként, aztán tulajdonképpen ez az iskola egy picit átalakult, pár évvel később egyébként 94-től már én magam is tanítottam ebben az iskolában jazz trombitát. Átalakult, mégpedig az első lépésben ez a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek lett a tanárképzője, és mostanra pedig már ugye a Zene Akadémiának lett a jazz tanszaka. Aztán utána természetesen a tanárképzőt is el kellett, hogy végezzem. Emellett gyakorlatilag, mint ahogy mondom, 94-től 16 éven keresztül tanítottam itt a mondjuk azt a Zene Akadémiának a jazz tanszékén, legalábbis 2010-ben, amikor én ezt befejeztem, akkor ezt az intézményt így hívták. Mellette pedig 1998-ban jöttem ebbe az iskolába, ezt úgy hívják, hogy ez a Kőbányai Zenei Stúdió. A két iskola, mindkettő zeneiskola természetesen, de azért egy más fajta profilt
célzott meg mind a kettő. Ugye a jazz tanszék az mondhatjuk úgy, hogy a mainstream ortodox jazz oktatásra koncentrál, amíg ez az intézmény, ez sokkal inkább egy átfogóan a mindenféle olyan muzsikát próbál magában foglalni, ami nem klasszikus zene. Ezt szoktuk úgy is apostrofálni, hogy mindenféle ritmikus zenéknek az összességét próbáljuk meg itt ebben az iskolában. Lásd popzene, rockzene, blues, szalonzene, tehát mindenféle ilyenfajta tantárgyaink vannak. Maga az életem az tulajdonképpen úgy alakult, hogy nagyon sok mindennel foglalkozom mára. Tehát amellett, hogy hangszeren játszom, tehát trombita művészként koncertezem, több együttesben játszom, más hangszereken is, ugye a hobó és bandájába például zongoráznom, billentyűs hangszereken is kell játszanom, meg gitározom is egy pár darabban. De emellett nagyon-nagyon sok időmet veszi mára el az, hogy zeneszerzéssel is foglalkozom. Hangszerelek is, ugye a hangszerelés az a fajta tudomány, amikor valaki egy átiratot készít egy darabból, vagy éppen egy másik fajta nagyobb lélegzetű zenekarra, nagyobb apparátusra írja át ugyanazt a darabot. Ebből is nagyon sok munkám van, illetve ugye vezetem ezt a már említett Modern Art Orchestra nevű csapatot, és valahol az én életem az amentén alakult ki egy ilyen nagyon komplex dologgá, hogy nekem az kezdettől fogva nem volt elegendő, hogy én játszom egy hangszeren, és ugye trombitásként legfőképpen egy jazz zenekarban játszva az ember föláll, a darab elején eljátsza a melódiát, esetleg improvizálok rá egy szólót, aztán utána szépen illedelmesen meghallgatom a többi kollégát, hogy milyen nagyszerűen játszik, majd a darab végén esetleg megint eljátszom a magam kis melódiáját. És akkor kezdtem el igazából komolyan foglalkozni a hangszereléssel, amikor ez az igény ez úgy belülről jött, hogy hát én szeretnék minél nagyobb hatással lenni arra a zenei anyagra, amiben részt kell, hogy vegyek. És ugye a hangszerelés az innentől kezdve már az embernek, a hangszerelőnek kell kitalálni a különböző szólamokat, ő neki kell megmondani, hogy mit játszon a zongorista, a dobos, stb. Ebből már csak egy lépés volt az, hogy a saját gondolataimat írjam le, mint zeneszerző. Ahonnan meg egy lépés volt az, hogy kellett nekem olyan zenekart alapítanom, ahol a saját zenémet játszhatom. Így alapítottam meg először az első kvintettemet, majd 98-ban a Budapest Jazz Orchestrát, és aztán 7 év elteltével pedig átnyargaltam a mostani nagy zenekaromra, a Modern Art Orchestrára, és valahogy ez a folyamat eredményezte azt is, hogy egy idő után, amikor az egy ember ott áll egy zenekar előtt, és rutintalan még abban, hogy a saját gondolatait hogy ossza meg más zenészekkel, akkor az is önmagából következik, hogy meg kell tanulni azt, hogy egy karmesternek, aki egy zenekar előtt áll, annak mi a szerepe, és ennek a szakmai részét meg kell tanulni. Úgyhogy később ezért kezdtem el ezzel is foglalkozni, hogy minél könnyebben tudjam a saját gondolataimat megosztani más zenészekkel. Nem összegezni, amit elmondott. Tulajdonképpen ugye van a zenész, aki megtanul valamilyen szinten zenélni, és piszakul egyedül érzi magát, ezért csapat kell egy együttes, amely bejátszik. És aztán jön a következő stádium, amikor eljut addig a pontig, amikor úgy érzi, hogy már fölé kéne nőni ennek a csapatnak, és irányítani.
vezetni, megmondani, hogy mit csináljon, és tulajdonképpen itt tartunk. Bocsánat, ez az én összegzésem volt. De egy kicsit akkor a harmadik szereplőre is fordítsunk gondot, mert ugye volt Morricone, akire még visszatérünk, volt Fekete Kovács Kornél, és hát van ez a jelenlegi zenekar, amely ha nem volna, akkor nem turnéznánk ma egész Európában. Tehát a Modern Art Orchestra, amelyik egy kicsit ötvözi a jó, ha jól sejtem, a szimfonikus zenét, a jazzel, ami nem is tudom, ez újszerű dolog? Nem teljesen újszerű dolog, tehát voltak már erre különböző jellegű próbálkozások szerte a nagyvilágban. Ez az én életemben úgy jött, hogy szintén mint hangszerelő eleinte kaptam olyan megbízásokat különböző produkcióktól, például a Horgas Eszterrel dolgoztam nagyon sokat együtt, az Illényi Katicával, neki több lemezanyagot is írtam ilyen módon hangszerelőként, hogy olyan fajta zenét írjak, ami egy picit a jazz muzsikából jön, de ugyanakkor az apparátus pedig egy nagy szimfonikus zenekar. És amellett, hogy sokat hangszereltem, egyre inkább igény volt arra is, hogy a saját kompozícióimat mutassam meg ilyen féleképpen. És 2008-2007 vége felé végig gondolva ezt az egész dolgot, arra jutottam, hogy hát de hát kérem szépen, most már nekem annyi ilyen darabom van, és ráadásul, mint előadó is működök, akkor miért csak másoknak írjak ilyet, mikor magamnak is írhatnék. És aztán ehhez a Pannonfilharmonikus Zenekar volt az első igazi partner, ugyanis 2008 áprilisában egy nagyon nagy sikerű koncertet adtunk úgy közösen, hogy az én kis formációm a Fekete Kovács Quintet és a Pannonfilharmonikus Zenekar közösen az én kompozíciómat eljátszva léptünk színpadra Pécsett, akkor még nem volt kész a Kodály, a Poteaulában volt ez a koncert. És már itt megszületett annak a gondolata, nem csak bennem, hanem a zenekar vezetésében is, hogy hú, milyen jó lenne ebből az anyagból egy lemezt rögzíteni, amelyre egy kicsit több, mint egy évvel később került sor. 2009 novemberében vettük fel azt a lemezt, amely az Integro címet viseli, a BMC kiadásában jelent meg. Pannonfilharmonikus Zenekar és a Fekete Kovács Quintet közös albuma, és ez az az album, amely tulajdonképpen engem egy picit túlmutatott azon, hogy vagy túlvezetett azon, hogy én alapjában véve egy jazz muzsikus vagyok. Az utóbbi mondjuk 15 évben én nagyon sok energiát, időt fordítottam arra, hogy a klasszikus zenét tanulmányozzam, és a szerzők munkáit, illetve a hangszereléseket tanulmányozzam. És 2005-ben, amikor én megalapítottam a Modern Art Orchestrát, akkor már egy nem titkolt olyan szándék volt ezzel, hogy olyan szerzőket kerestem én meg, akik egyben szólisták is. Őket meghívtam a zenekarba, és azt mondtam, hogy szeretnék egy olyan zenekart csinálni, ami a klasszikus zene, kortárs klasszikus zene, és jazz és kortárs jazz műfaját próbálja meg valahogy egybe gyúrni, és ebből egy ilyen, hát most ez egy divatos szó, én annyira nem szerettem, de egy ilyen crossover-szerű megszólalásban képes mindezt produkálni. Ez az alapformáció akkor egy a jazz nagyzenekarnak megfelelő létszámú 19 tagú együttes volt, javarészt fúvós hangszeresek, illetve zongora, bőgő, gitár, dobfelszerelés. És aztán, amikor ez 2008-9-ben realizálódott ez a lemez, onnantól kezdve kezdtem én el abban gondolkodni, hogy ezt az alapformációt, a Modern Art Orchestrát, ezt nyilván ehhez mindig alkalom kell egy apropó, hogy az ember egy nagyobb formációt létrehozzon. És
Elkezdtünk abban gondolkodni, Bújtor Balázs egyébként, aki a Pannon Filharmonikus Zenekarnak is a koncertmestere volt, vele együtt, hogy hogyan lehetne létrehozni egy olyan, mondjuk azt, szimfonikus zenekart, amely egyaránt képes a zenét a klasszikus oldaláról megközelíteni, és más oldalakról is, mondjuk azt, hogy a jazz oldaláról. És mostanra azt gondolom, hogy azért ez egy kuriózum. Tehát egyetlen egy olyan zenekar van, amely világhíren elhíresült arról, hogy ezt a dolgot nagyon profin csinálja. Ez a Amsterdam mellett Hilversumban működő Metropol Orkestra. Ők nagyon híresek, nagyon sok ilyenfajta dolgot csinálnak, de azt gondolom, hogy az, amit a klasszikus oldalon ez a mi zenekarunk tud, az talán még ők se. Tehát ők a jazz oldalból nagyon erősek, és ahhoz van tulajdonképpen hozzátéve egy nagy vonóskar, kevesebb fafúvós, amíg nálunk gyakorlatilag egy komplett szimfonikus zenekart tudunk úgy felállítani, hogy van mellette egy ritmusszekció, és hogyha jazz alapú zenét kell ennek a zenekarnak játszani, akkor az épp olyan magas szinten működik, mint hogyha klasszikus zenét. Világos. Én azt gondolom, hogy aki egy kicsit is ebben a zenei világban fogyasztóként szerepel, az ismeri önöket, és megvolt az országos hírnév, de a világ hírt, ha úgy tetszik, akkor mégiscsak Morricone hozta meg, hiszen azt gondolom, hogy ez a 12 turné, amiből 6 már lement, ez talán a hírét is viszi a zenekarnak Európába. Van ennek valami kézzelfogható eredménye, hozadéka is? Természetesen. Ez nem hiszem, hogy titkot árulok el azzal, hogy amellett, hogy nyilván ez nekünk egy ilyenfajta turné, az anyagilag is egy mondjuk azt, hogy nem egy rossz vállalkozás. Nem azt mondom, hogy ebből fogunk palotákat építeni a víztorony mellé, de az elsődleges szempont, ami miért mi ebben nagyon szívesen vágtunk bele, az pontosan az a kredit, amit egy ilyen nagyszerű és nagyon ismert embernek a vendégszereplésével vagy a közös munkával szerezhet magának egy Magyarországon működő együttes. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, van kézzelfogható eredmény. Rögtön az első párizsi koncertünk után csörgött a telefonon, és bizony a nem kisebb név, mint a Michel Legrandnak a menedzsmentje telefonált rám, amelyben gyakorlatilag azt a szándékokat nyilvánították ki, hogy ezzel a zenekarral szeretnének ebben az évben is már, de elsősorban 2015-ben közösen együtt dolgozni. Cáfoljon meg, ha nincs igazam, de azért egy kicsit mégiscsak a sorsfintora, hogy is mondjam, azok a zenészek, akik profi módon művelik a jazzt és a komoly zenét, számukra nem biztos, hogy a legnagyobb szakmai kihívást jelenti azt, hogy Morricone melódiáit kísérjék. Tehát nagy zene, hihetetlen nagy zene, imádja a világ, de szóval, hogy is mondjam, nem nagy bravúr eljátszani.
Jól mondom? Értem a kérdést, értem. Egyébként még mielőtt mi beleültünk a zenekarba, nekem is voltak ilyenfajta félelmeim, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon pozitív meglepetés és csalódás, ha lehet ezt így mondani. Az, hogy tényleg annyira lenyűgöző a zenekarnak a hangzása, nagyon profi, nagyon magas szinten megszólaló zenekart sikerült összeállítani, amelyben mindenki, ugye ez egy 86 tagú zenekar, tehát azok a kis tortaszeletek, ami az 1/86 része a dolognak, azok is azt gondolom, hogy annyira rendben vannak, hogy egy óriási élmény mindjárt számára. És nem különösebb módon, illetve nem különben az, hogy az a varázs, amit a Ennio Morricone ezekben a darabokban megteremtett, az ott a színpadon születik és átjön. Nyilván ő ott áll velünk szembe, kezében a karmesteri pálcával, ez is nagyon sokat jelent. Szóval én azt gondolom, hogy egyáltalán nem unatkozunk. Mindenkinek vannak az egész műsorban olyan fajta kis zenei részek, amikor nagyon oda kell, hogy tegye magát, tehát nagyon koncentráltan, csak róla szól az a dolog. Ez is sokat segít, meg hát egy egészen másfajta koncentráció mondjuk egy szimfonikus zenekarban ülve trombitálni, mint szólistaként kiállni egy zenekar elé. Visszatérve a mester személyére, hát ugye 6 koncert lement, voltak próbák, egyéb találkozások, azt írják róla, hogy zárkózott. Sikerült emberileg közel kerülni hozzá? Így az első 6 koncertből álló 2 hetes periódus végére kezdtük el érezni azt, hogy ő kezd feloldódni. Egyébként maga az őt körülvevők sem nagyon asszisztálnak ahhoz, hogy mi olyan fajta kapcsolatokat tudjunk vele teremteni, hiszen külön öltözője van, amit külön biztonsági emberek védenek, még tőlünk is, tehát az a passz, ami a mi nyakunkban lóg, az nem jogosít fel bennünket arra, hogy arra a területre betévedjünk, csak akár amely az ő pihenő része. De ettől függetlenül tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy Bécsben volt az utolsó koncertünk, a budapesti koncert után közvetlenül, és ott úgy búcsúzott a főpróbán, hogy egy könycsepp jelent meg az arcán, és azt mondta, hogy hát ő nagyon köszöni a zenekarnak, és hogy neki még soha nem volt ilyen magas szintű együttese, amivel koncertezhetett, és hogy nagy örömmel, hogy akkor egy másfél hónap múlva ez folytatódik velünk. Igen, hát ahogy én azt elképzeltem és említettem, és most van egy hónap pihenő, ami természetesen nem, azt hiszen kemény munkával folyik, de majd ő nem mondja, hogy mivel. Utána pedig megint jön egy hónap, amelyik 6 kemény előadást tartalmaz. Amikor ön a víztorony merő Nagytartsánról elutazik, akkor hova tér haza? Van egy család, aki várja, tehát magánéletéről egy pár szót, ha mondanak. Ott élünk a víztorony mellett, így van, és hát nagyon érdekes az egész dolog, mert ugye majdhogy nem egy fedél alatt lakunk, 2 generáció, hiszen a dacára annak, hogy én Baján nőttem fel, meg a szüleim egészen 3 évvel ezelőttig ott éltek, 3 évvel ezelőtt oda költöztek mellé, és hát ők is ott laknak, illetve van 4 nagy fiunk, akik mind a 4-en nagyon jó fejek, és fantasztikus, nagyon különböző, de fantasztikusan, egyformán fantasztikusan érdekes személyiségek. Közülük a legidősebb már elmúlt 20 éves. Az ő érdeklődése az a filmezés területe, forgatókönyvíró szeretne lenni, vagy rendező, vagy színész, azt még nem tudja, de a forgatókönyvírás van az első helyen. Nagyon érdekli az irodalom.
Második fiam, ő 16 és fél éves, ő pedig versenyszerűen vív a 16. kerületi kertvárosi vívó egyesületben. A két kisebbikről pedig én meggyőződésem, hogy elmondhatom, hogy ők biztos, hogy muzsikusok lesznek. A harmadik fiam, ő csellón játszik, és a legkisebb pedig hegedül. És véletően nem fogja unalmasnak találni, mint a kedves papa, mert úgy halljuk, hogy nagyon jól hegedül. Igen, mind a ketten fantasztikusan játszanak. A tanáraik is, meg a környezetük is abszolút csodaként éli meg mind a két gyereknek a tehetségét. És én is így élem meg egyébként. Tehát próbálok kritikus, inkább zenész is sem, mint szülői füllel hallgatni rájuk, de ennek ellenére én is úgy érzem, hogy fantasztikus tehetségük van ehhez. És akkor mondhatjuk azt is, hogy nem kell aggódni, hogy kire marad a kisködmön, vagy ha úgy tetszik, akkor egy másik képzavarral élve, ugye mindig a legkisebb királyfik azok, akik a birodalmat öröklik. Hát reméljük ez önöknél is így lesz, hogy lesz, aki öröklést tovább viszi. Hát azt tudom mondani, hogy a családom minden egyes előadásomon, amikor csak tehetik, és ráérnek, ott vannak, és élvezik, és nem azért jönnek, mert én rájuk parancsolok, hogy már pedig apukát meg kell hallgatni, vagy mert a feleségem azt mondja, hogy muszáj elmenni apátokat meghallgatni, mert megsértődik, mert szó sincs erről, hanem hála Istennek pici gyerekkoruk óta visszük őket, nem csak az én előadásaimra, hanem más koncertekre is, és valahogy ez az ő életükben egy nagyon természetes dologgá vált, és maguktól, tehát a belső igény az, hogy ja, persze, most lesz az a koncert, akkor megyünk. Mennek Amsterdamba, Luxemburgba is? Hát oda nem biztos, hogy el tudom őket vinni, de egyébként volt már olyan külföldi turné, amire azt mondtam, hogy most egy életem, egy halálom, viszem őket is, mert ez egy óriási élmény lesz számunkra. Sok sikert kívánom, köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm.